Magyarországon még nem működik olyan környezeti ellenőrző rendszer, mint amilyen várhatóan már idén elindul Debrecenben. Ezt mondta a város polgármestere televíziónknak adott évértékelő interjújában. Emlékeztetett, hogy a januári közmeghallgatáson tett arra ígéretet a debrecenieknek, hogy kialakítanak egy olyan rendszert, amely a gyártóegységektől függetlenül ellenőrzi és kontroll alatt tartja az ipari-gazdasági folyamatokat. A város különböző területein működő mérőrendszerek egy adatközpontba küldik majd be a mért eredményeket, amelyeket szakemberek elemeznek, majd publikálnak. Az is törekvésünk, hogy erre alkalmas, megfelelő tudással rendelkező civil szervezetek és legyenek bekapcsolva ennek a kontrollrendszernek, ennek az ellenőrző rendszernek a működtetésébe. A társadalmasítása, a város polgárainak folyamatos 0-24 órában történő tájékoztatása tud megvalósulni ezáltal. A rendszer olyan lesz, hogy nem történhet olyan esemény, amiről nincs tudomásunk sehol a város területén. Hajdú András az IT munkacsoport elnöke a Jövő Műhely második adásában azt mondta, a Debreceni Egyetem kutatói azonnal igent mondtak a megkeresésre, mert ha a városnak lesz egy jól működő környezetvédelmi rendszere, az a település számára csak hasznos lehet. Ez egy fenntartható, előremutató, itt lakóknak nagyon fontos terület lesz, és valóban ezt a magunkénak érezhetjük, tehát azonnal mögé lehet állni egy ilyen fajta kezdeményezésnek. Tehát emiatt szerintem maga miatt, az adatok miatt nem kell aggódnunk, hiteles szenzorok fogják biztosítani, hogy rá lehet tenni egy kettes számú védelmi vonalat, ahol be tudjuk vonni a lakosságot, hát a számok meg nem hazudnak. A környezeti ellenőrző rendszer működéséről további részleteket megtudhatnak a Jövő Műhely második adásából, amelyet megtalálnak a műsor YouTube csatornáján.